a Sors tanyánál vagyunk, az előbb egy beszélgetést láthattunk és hallottunk, hiszen te is ezeket a mikrofonokat használod. Igen, most már elég húzamos idő óta csak is, és azt hiszem, hogy megmenti az életemet, mert nagyon sok színpad, nagyon sok hangosítással találkozom így a fellépések során. Hát a koncerteken azért már egy fix felszereléssel dolgozunk, de azért sajnos gyakran belefut az ember elég érdekes történetekbe, de az, hogy van egy personal monitorom és egy olyan mikrofon, ami teljességgel megbízható, ez mindennél többet ér. Az emberek azt gondolnák, hogy csak a férfiak számára fontos a technikai oldal, pedig ugyanúgy neked, nő létedre igazán fontos, hogy mit használsz, és hogy mennyire megbízható. Nagyon fontos, mert hát az a zene, amit én játszom, az nagyon sok szempontból a zené, vagy a technikához kötődik, és hogyha egy top produkcióhoz egy csúcs technológia tartozik. Tegnap, amikor felmentem a honlapodra, láttam az új klipet, ami nagyon jó és merész lett. Tehát egy ilyen sokkal merészebb Zsédát láthatunk. Hát bízom benne, de ez így nem is az, ez volt a cél egyrészt, másrészt ez van most bennem. Hát olyan érdekes, hogy korábban folyton azzal találkoztam, azzal a véleményen, hogy olyan szerény szende, na ez az, amitől így azt mondtam, hogy nem, ez nem én vagyok, hát nem igaz, hogy nem látják. Mondjuk aki eljön egy koncertemre, az látja, hogy még mennyi szín és mennyi, tehát zenében is és emberileg is mennyi minden az, ami ide tartozik, de most végre jött egy olyan dal, ami kifejezetten hozta magával ezt az előadásmódot. Igen, mert hogy eleve a dal is más, mint amit eddig megszokhatott a nagy közönség, főleg azok, akik mondjuk csak a klippeket látták, és a klippes számokat hallották, hogy akkor ez ezek szerint koncepció volt, és hogy köze volt egy kicsit ahhoz, hogy ugye babát született, otthon voltál, anyává váltál, de hogy mellett a nők ilyenkor szeretik megerősíteni az igaz ilyen nőies oldalukat is. Hát nem volt ez így ennyire eltervezve, hogy most így kimatematikázva, hogy most hogy fogja ez majd adni magát, de nyilván ez bennem volt, ez belevetítődött a zeneszerzőkbe, szövegíróba, és hát nem szólhatott másról, nem szólhat másról 2008-ban Zséda, mint arról, hogy egy dögös, szexi nő van a színpadon, és hát az a célom, hogy szórakoztassak. Tehát most már tényleg nagyon sok mindent csináltam, nagyon szép dalok és nagy művek azok, amiket elénekelhettem pályám során. Most már az a célom, hogy igazi szórakozás legyen egy Zséda koncert. Még annak is, aki esetleg fenntartásokkal közelít, de úgy menjen haza, hogy kapott valamit, ha férfi, ha nő. Jól tudom, novemberben jön az album. Az album november 5-én jelenik meg, ez a negyedik, a Rúzs címet viseli, és hát imádom, nagyon-nagyon jó dalok születnek, és én úgy érzem, hogy ez tényleg azt az új vonalat erősíti, amire most már nagyon vágyom, hogy egy nagy aréna koncert, és mindenkinek a gyomráig hatoljon a zene.